Meghaltak ők is mind a ketten, Mahlon is, és Kíjon is, és maradt az asszony az ő két fia és férje nélkül. Felkelt azért ő és az ő menyei, és ő visszatért Moab mezejéről, mert hallotta Moab mezején, hogy meglátogatta az Úr az ő népét, hogy adjon nékik kenyeret. És kiment arról a helyről, ahol volt, és vele a két menye. És mentek az úton, hogy visszatérjenek Júda földjére. És mondta Naomi az ő két menyének, menjetek, térjetek vissza kiki az ő anyjának házához, cselekedjék az Úr irgalmasságot veletek, amiképpen ti cselekedtetek a megholtakkal, és én velem. Adja az Úr ti néktek, hogy találjatok nyugodalmat kiki az ő férje házában. És megcsókolta őket, és ők nagy fennszóval sírtak. És mondták néki, bizony mi veled együtt térünk a te népedhez. Rút könyve első fejezet 5-től a 10-ig tartó verseit olvastam fel, valami csodálatos történet az együttérzésről, a szánalomról, hogy ez átível határokon keresztül, mert hiszen miről szól ez a történet, hogy egy izraelita család a maga földjén nem tudott megélni, és kiment az ellenséges és bálványimádó Moab földjére, ahol nagyobb volt a jólét, mintha ma azt mondanám, hogy a Kárpát-medencét immáron több mint másfél millió magyar elhagyta, mert hogyha összeszámoljuk a vajdaságból, elment 100 000-et, az Erdélyből elment 500 000-et, a mi hazánk földjéről elment 7-800 000-et, tehát körülbelül már másfél milliónál járunk, és elmennek idegen földekre, Németországba, Angliába, talán a tengeren túlra is. De hát ott valami szerencsétlenség éri őket, mint itt Naomit, hogy meghal a férje, meghal a két fia, és ott marad ő a két menyével. De a két menye megismerte őt, megismerte életét. A menyek nem egy rossz anyóst, hanem egy hívő anyóst ismertek meg Naomiban, és ragaszkodni kezdtek hozzá. És bár elvesztették az apósukat, elvesztették két férjüket, de nem akarták magára hagyni az anyósukat, és mind a kettő, Orpa és Rút is követni szerette volna őt Izrael földjére, és mind a ketten megszánták őt. Az igazi szánalom, mondom, ami átível határokon keresztül, amikor nem az számít, hogy ki az izraelita, ki a moábita, hanem az az emberi érzés, hogy a másiknak szüksége van rám, és én tudnék rajta segíteni, és nem hagyom ott a rosszban, a pácban, ahogy szoktuk mondani, hát valamit megteszek érte. Igen, ebben a hónapban erről beszélünk, hogy nem sértődünk, nem haragszunk, nem gyűlölködünk. Itt van egy határvonal, amin túl az első lépés a szánalom. Igen, aki megtért ember, a szánakozó ember, a segítőkész ember, az együttérző ember, az áldozatokat is hozni tudó, vigasztaló, reménykeltő, másokat bíztató ember. Ugye ez egy más élet. És ezek a lányok megváltoztak. Persze a megváltozásban azért különbség volt. Orpa is megváltozott, Rút is megváltozott. Ma legyen ez az örömhírünk, hogy mindenki megváltozhat. Holnap is, ahogy folytatom a történetet, örömhírt mondok, mert a megváltozásban, a jóban való növekedésben is lehetnek fokozatok. Valaki csak eddig jutott el, de az is nagyszerű eredmény. Valaki tovább jut el, az még nagyszerűbb eredmény. Azért nem csak rosszabb, még rosszabb között választhatunk ezen a világon, hanem jó, jobb és még jobb között. Orpa is és Rút is bizonyságot tett arról, hogy megváltozott emberek, megszánták az anyósukat, segíteni akartak rajta, ezért el is akarták hagyni szülőföldjüket, hogy visszatérnek az anyósukkal együtt Betlehembe, Izrael földjére. De közben az események egy kicsit más irányt vettek.
de a mai napra legyen ennyi elég, hogy a szánalom után elkezdődik egy másfajta élet, egy jó, jobb, még jobb élet. Holnap folytatjuk.